A vendégünk Petruska András, aki a nyugalmat a természet közeli helyeken keresi, és gyakran meditál is, illetve relaxál is. Üdvözlünk a műsorban! Sziasztok! Hát nagyon jó volt, hogy hallhattunk most már téged, de hát egy picit szeretnénk megszólaltatni, hogy ez a fajta visszafokos... Visszavonulás egy picit, igen, a világzajától, nem? Ez állat, miért van meg? Vagy miért van rá szükséged? Azért, mert egyszerűen olyan zajban élem az életemet, jó dolgomban teszem hozzá, ezért itt van a fesztivál szezon, elég sokat koncertezem így nyáron, és a tavasz is ilyen, meg az ősz is, meg a karácsonyi szezon is, és hát egy-két hónap szünettől, tudatos szünettől eltekintve azért marha nagy zajban élem az életemet. Figyeltünk a Rékával például téged, hogy két beszélgetés között, két éneklés között leültél és elkezdtél olvasni. Teljesen külön vonultál. Nézd, hát ugye itt az udvari zenészként ma itt vagyok, korán érkezem és későn távozom, nyilván megpróbálom kitölteni ezeket a csend időket a nyugalomra, mert most is itt töltöm a délelőttöt, utána a Balatonra indulunk le játszani, és ez sok szempontból egy nagyon hálás, egy nagyon jó pörgős élet, de amikor az ember folyamatosan pörög, és hál' Istennek azért ez az életem már elég régóta tart ebből a szempontból, hogy azért megszületik az igényre, a csöndre való igény is igazából. Van különben kedvenc hely, ahova elmész és kikapcsolsz? A Dunakanyar, ott van a családi nyaraló, az egy hihetetlen hely, a Szentendrei sziget utolsó nyaralója a miénk gyakorlatilag, úgyhogy előttem csak a két összeérő Dunaág van, illetve a mezők, az tényleg kikapcsol. És az vízközelsége fontos számodra? Jelent valamit a víz egyébként? Én eléggé vízi ember vagyok, tehát fürdeni szeretek, úgyhogy szívem szerint egyébként ide is ugranék. Fontos, igen. Fontos eleve a nyár, és amikor például telente kikapcsolok, akkor is a nyárba megyek, ugye január-február az én műfajomban egy uborka szezon, és hát akkor is inkább a trópusokra. Dél-Kelet-Ázsia, ami nekem nagyon tetszik, Tájföldet már felfedeztem, Sri Lankát. Egész messzebbre majd? Vietnám, Laosz, Kambodzsa. Az ideit még nem, illetve jövő január, az még tervezés alatt áll, de a tipp az nagyon jó. Akár. Én ott végig mentem 5000 kilométert, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon-nagyon hasznos, és egy teljesen más ember jöhet vissza, de szerintem ezt te pontosan tudod. Igen, ezért is mennél különben oda, mert vagy ezért is mész vissza, mert vonz ez a fajta évvilághoz való hozzáállás? Mondanám, hogy vonz, de az az igazság, hogy az a praktikus oka főként, hogy akkor, amikor én megteltem, hogy hosszú időre kikapcsolok, akkor ott van éppen nyár. Mondtad a fesztiválokat, és hogy azt ugye nem említetted, de úgy tudjuk, hogy Zséd előtte fogsz fellépni. Így van, igen. Holnap után Zsédának lesz egy nagy helyszínen koncertje Budapesten. Mi leszünk az előzenekar, ami egyébként, amilyen minimalista felállásban játszom, ahhoz képest azért egy jó nagy színpad lesz, de előtte még azért holnap, hát mondanám, hogy gyakorlunk, de azért annál egy picit ez több. A Hajógyári szigeten lévő nagy fesztiválon játszunk, úgyhogy el vagyunk látva bőven. És még a nyár vége tartogat további meglepetéseket. Így van, és hát még akkor egy utolsó dalt itt elfosztálunk ennek a Felmárom Caféban. Nagyon sok sikert kívánunk. Nagyon örülünk, hogy itt voltál. Nem találkozunk, akkor január-februárban nagyon jó pihenést.